Azt kéne mondjad a jogarra, hogy csiribú, csiribá. De gondoltam így, hogy csiribú, csiribá. És megnézzük, hogy akkor mi lett ezzel a labdával. Piros lett a labda. Egy hatalmas tapsot kérek neki, nagyon ügyes volt a hölgy. És jár neki az első piros labda. Egy nagy tapsal, és futás le gyorsan színpadról. Úgy fog kinézni a mai nap, hogy mindig, ha volt valaki színpadon, akkor kiosztok némi labdát. Elsőre jó lesz, ha kiszórok 10 labdát? Igen! És az előbb 10 labdát szórtam ki, most legyen 20. Ezt igennek veszem. Jöhet a 20 labda? Hát akkor Ludason megszületett az udvari bolond, aki sokat bolondozik az iskolába. Állj ide kérlek! Egy nagy tapsot kérek az udvari bolondomnak! És akkor lesz egy testőröm, akinek adunk egy kis komoly sapkácskát, hajacskát. Nagyon jól nézek, ilyen barokkos lett a hangulatod. A hölgy pedig lesz az én tanácsadóm. Úgyhogy adunk neki egy ilyen szép haja. Nagyon jól nézel ki, így megőszülve. Hirtelen megőszült. Mehet a pingpongozás, lássuk ki mennyi ideig bírja a pingpong labdát pattogta. Hoppá, ott volt egy csalás, de még belefér mondjuk. Lássuk kinek esik le először a földre. 48-49-50! Kiment az 50 labda is! És a harmadik, az is megvan, és most te jössz, három dobás. Egy, nagyon jó. Kettő, nagyon jó, és a harmadik. Hát úgy néz ki, hogy a fiúk győztek, kérek nekik egy hatalmas lett tapsot. Nagyon ügyesek voltak. Nem dobni kell, hanem szökkenni. Azaz egy, és még egy, gyorsan nézek, hogy a hölgy csinálja. Ő folyamatosan pattog, mint egy labda. Egy igazi pattogó labda a hölgy. Nagy-nagy tapsot a hölgynek, mert nagyon jól pattogott, mint egy igazi labda, és ezért jár neki egy szép, színes labda! Mondd azt, hogy csiribú csiribá, és nyújtsd ki a kezed felé, a golyó felé, úgy van, és megnézzük, hogy van varázsere, nézd már! Lehet jönni a labdáért! Labda nélkül senki nem mehet el Ludasról! 300 labda kiszorva! Repülnek ki a labdák! Még egy nagy bulizónak! Anya, bulizál egy kicsit a gyerekkel! Hadd lássak! Nagyon jó anyukának küldöm, ne legyétek előle! Azt a belenyúltak a labdába, lepattanó labda! Semmi gond, figyelj!